Együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a McLaren Robert Bosch Automotive Steering Kft. Hétfőn. Az egyesség részeként a hallgatók szakmai gyakorlatokat tölthetik a jármű alkatrészeket gyártó és fejlesztő cégnél, valamint duális képzésre is lehetőségük lesz gazdálkodás és menedzsment, valamint gazdasági informatika szakon. A Bosch munkatársai vendégelőadóként bekapcsolódnak az egyetemi képzésbe vállalati pénzügyek, logisztika és HR tárgyakban. A fő előnye az együttműködésnek az, hogy az egyetem hallgatói csúcs technológiával fognak megismerkedni, és képesek lesznek ezt alkalmazni. Gyakornokaink 40%-a egyébként az EGRI Egyetemről érkezett, akik később állás lehetőséget is kaphatnak tőlünk, mondta el az ügyvezető igazgató. A state of the art knowledge. Az egyetem rektora arról beszélt, kiemelt figyelmet fordítanak a helyi gazdaság igényeire, ezért régóta együttműködnek a duális képzés területén a McLaren céggel. Jelenleg is 9 hallgatójuk teljesított gyakorlatot. Mint fogalmazott, az egyetem is évek óta fontos partnere a cégnek, többek között a vállalat utánpótlás nevelésében. A gyakornokok mellett számos olyan teljes állású munkatárs dolgozik a Bosch gazdasági részlegén, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett. Kiemelte, a most aláírt megállapodással még szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatot. Ez megnyilvánulhat abban, hogy járlátogatásokat szervezünk, megnyilvánulhat abban, hogy a cég szakemberei még további előadásokat tartanak, esetleg más szakokon is, mint ahol a duális képzés zajlik. A megállapodás értelmében a Bosch munkatársai vendégelőadóként bekapcsolódnak az egyetemi oktatásba, gyárlátogatást szerveznek a diákoknak, és segítik a hallgatókat a vállalatnál megnyíló álláshelyek betöltésében.